Köszöntöm a Líceum Televízió nézőit, Önök a Hírlánc műsorát látják. Főbb híreink egy-egy mondatban. Konferenciákról és a Líceum rekonstrukciójának aktuális munkálatairól is szó esett az intézmény legutóbbi sajtótájékoztatóján. Országos szintű programmán nőtte ki magát a Botanika Hete rendezvény. Akár egy évig is tanulhatnak Indonéziában az egri rajszakos hallgatók. Híreink bővebben. Sok esetben téves fogalmaik vannak az embereknek az atomenergiáról, mondta dr. Újfaludi László az Eszterházy Károly Főiskola szokásos havi sajtótájékoztatóján, melyen még szó esett a Botanika Hetéről és a líceumi rekonstrukcióról is. Az Eszterházy Károly Főiskola szokásos havi sajtótájékoztatóját május 11-én tartotta. Szó esett a líceum rekonstrukciójáról, a május 17 és 21-e között megrendezett Botanika Hetéről és az atomenergiáról szóló ismeretterjesztő konferenciáról, melyről dr. Újfaludi Lászlót kérdeztük. Sok esetben téves fogalmaik vannak az embereknek az atomenergiáról, nagyon sokan elutasítják. És ennek egy jelentős oka van tulajdonképpen a csernobili katasztrófa. Elvállaltam, hogy egy bevezető előadást tartok, ahol az egésznek a történetét próbálom majd fölvázolni, az egész atomenergia használat, alkalmazás, hasznosítás történetét, amelyben jelentős magyar szerepek is voltak. A konferencián színes programok várják a gimnazistákat, a főiskolásokat és az egyetemistákat. Növények életünk szolgálatában. Ezzel a jeligével rendezik meg első alkalommal a Botanika Hetét főiskolánkon. Az ötnapos programon intézményünk oktatói is előadnak. Rendhagyó szakmai rendezvény részesei lehetnek a jövő héten a Botanika Hete című programsorozatra látogatók. A Leányka úti C épületben és környékén az érdeklődőket kiállítások, előadások, bemutatók várják, az utolsó napon pedig egy speciális szakmai konferencia is. A szervezők tartottak az alacsony részvételtől, hiszen a vizsgaidőszak első hetére esnek a programok, ám már előzetesen is több csoport, illetve hallgató jelezte részvételi szándékát. A rendezvény célja, hogy a botanikával foglalkozók egy szélesebb közönséggel találkozhassanak és mutathassák be kutatásaikat, eredményeiket. Mivel az ország több pontjáról is érkeznek majd előadók és kiállítók, országos szintűvé nőtte ki magát a hét, annál is inkább, mert a program keretében Egerbe érkezik a kaktuszgyűjtők országos szövetsége is. A Botanika Hetére kisgyermekektől diákcsoportokon át az idősekig mindenkit szívesen látnak. A természettudományi kar a tavaszi fél évben is megrendezte a kari tudományos sziesztát. Alapvetően a hideg levegő északon helyezkedik el, a meleg levegő délen helyezkedik el. Az Eszterházy Károly Főiskola természettudományi kara ebben a szemeszterben is megrendezi tudomány népszerűsítő előadás sorozatát tudományos sziesta néven. Az előadásokat dr. Vida Gábor akadémikus tartja a C épület 124-es előadójában, a téma pedig hasonlóan érdekes lesz, mint az előzőek. A természetvédelem a globális gondok szorításában című előadás sorozat sok szeretettel várja az érdeklődőket, május 19-én délután 16 órától. Bővebb információ a ttk.ektf.hu per sziesta és a természettudás.ektf.hu honlapon olvasható. A hőmérséklet különbség a ciklonban, és a ciklon tulajdonképpen megszűnik. Az indonéziai Yogyakartai Képzőművészeti Egyetem fiatal képzőművészei Art of Our Life címmel szerveztek kiállítást az egri kis zsinagógában. A kiállítás megnyitójára az egri kis zsinagóga galériában került sor május 6-án. Az esemény az Eszterházy Károly Főiskola és a Yogyakartai Képzőművészeti Egyetem közötti együttműködés tiszteletére jött létre. I wish that this program will be continued in the future and there will be a benefit both of our two institutions between Jogja and Eger, so between two cities in different countries. So we expect that all artists all over the world will working together and meet together to create certain artistic works.
Nagyon örülünk, hogy létrejött ez a szerződés, és számunkra az ad nagy lehetőséget, hogy nemzetközi művészek között kapcsolatot tudunk létrehozni, együtt szeretnénk dolgozni, együtt szeretnénk alkotásokat létrehozni. Japán, Mongólia, Korea, Tajvan és India után idén Indonéziában van lehetőségük kiállítani a magyar képzőművészeknek. A diákjaink kimehetnek akár egy évre ösztöndíjjal Indonézia, és ott tanulhatnak. Tehát én azt hiszem, ez egy olyan fontos dolog, ami nem lehet eléggé hangsúlyozni. Május 7-től 14-ig megtekinthető hétköznapokon 12 és 18 óra között. A belépés díjtalan. Bor Tour de France címmel tartott előadást Kürti Lívia a földrajz tanszéken. Bor Tour de France címmel tartott előadást Kürti Lívia a főiskola földrajzi tanszékén. Franciaországban többször jártam, kétszer töltöttem hosszabb időt, egyszer Angers, Anjou megyében, ez a Loire völgyétől nincs, még a Loire völgyéhez tartozik. Kicsit később pedig Bordeauxban és Bordeaux környékét jártam be, ott majdnem egy évet töltöttem azon a vidéken. Bővebben délnyugat Franciaország borvidékeiről hallhatunk érdekességeket. Az előadás alatt magyar bor különlegességekről is szó volt. Jók a francia borok, de azt hiszem, hogy a magyar boroknak sincs szégyelni valója, mert szerintem vagyunk ugyanolyan jók, mint a francia borok, meg a borászok. Az előadó szerint a magyar borok felváltik a versenyt a franciaiakkal. Hétfőn került megrendezésre az a hangverseny, melyet az Énekzene Tanszék és a Budapesti Continuo Zeneiskola szervezett. Az Eszterházy Károly Főiskola Énekzene Tanszéke 60 éves jubileumát ünnepli 2010-ben. Május 10-én megrendezésre került a Continuo alapfokú művészetoktatási iskola és zeneművészeti szakközépiskola, valamint az EKF Énekzene Tanszékének közös hangversenye. Egy közös tanítványa, Hénics Dániel, és az ő fejéből pattant ki az ötlet, hogy a számára két legfontosabb intézmény részvételével egy közös koncertet szervez. Tanárok és diákok együtt léptek fel a hangversenyen. Ezen a koncerten igen, mind a két intézmény növendékei, illetve tanárai. Mert mind a két intézmény, úgy tudom, hogy fontos az a törekvés, hogy a növendék, illetve a tanárok közösen szerepeljenek a hangversenyeken. Az eseményt hagyományteremtő céllal rendezték meg, melynek feltehetően folytatása is lesz a jövőben. A Gárdonyi Géza Színházban került bemutatásra a Nózan tánc előadás, melyet Barta Dóra koreográfus állított színpadra. Május 11-én újra színpadra vitték a Badóra Dance Company rendezésében a Nózont. A koreográfus rendező Barta Dóra által rendezett előadás Mozart requiemjének aláfestésével a környezetet érintő veszélyekre hívja fel a figyelmet. Sok olyan képet tartalmaz, ami például a globális felmelegedés és a jelenések könyvében található paralelitásokkal foglalkozik, és engem ez foglalkoztatott, és sok esetben oda van kódolva a darabba. A darab összetettsége és mondani valója alapos előkészületeket és nagy kihívásokat tartogatott az egész társulatnak. Valójában az a célom sok esetben, hogy mikor bemegy a függöny, akkor az emberek agyában, lelkében, szívében ne záródjon be az a függöny, hanem foglalkozzanak témákkal, ezért van szükség Mozart requiemjére. Az előadás végén a nézők vas tapssal jutalmazták a Popper Péter emlékének ajánlott darabot. Kedves nézőink! Önök a Líceum Televízió hírműsorát, a Hírláncot látták. Friss adással legközelebb szeptemberben jelentkezünk. Köszönjük megtisztelő figyelmüket, a viszontlátásra!